Van többféle hit, mert van nekem sem. Igazából egy mondat az egészben. Minden ige a saját hitét hozza. Az anyagi ígéretek igéje az anyagi hitben erősít. A gyógyulással kapcsolatos igék a gyógyulásban erősítenek. És hogyha, mert Kismur mondta egyszer, azt mondja, hogy 20 éve szolgálok a gyógyulásban, és elfejtettem, hogy egyszer sem voltam beteg. De olyan csoró voltam, mint a templom egere. És akkor rájöttem arra, hogy hé, fiú, kéne foglalkoznál az áldásnak az ígéreteivel is. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy az ige magja tartalmazza a hitet az adott ígérettel kapcsolatban, és hogy az áldás ígéret, ez nem azonos a gyógyulás ígéretével, hanem mindegyik maga fajtáját hozza magyarul, és a szőlőből nem lesz. Igen. Tehát az ilyen egyszerű. Csak azt hittem, hogy már valamit nem tudok, hogy tényleg. Igen, mondjuk a tegnap arra is kitértünk, az is igaz, hogy Jézus beszél arról a hitről, tehát hogy van egy olyan hit, ami tapasztalati hitnek nevezem én, amikor a látás, tehát hogy Istenről a látásod alapján kapsz valamilyen bizonyságot. Természetes hitnek is nevezik sokszor. Az embernek először az életében a természetes hittel kezd el közelíteni Istenhez, amikor a természetből, úgy mondja a Róma levél, természetből Isten megláthatván megismertetik. Ez nem az a hit, hogy mondják az igét neked, és az igét elfogadod, hanem te a természetből felismered, hogy kell legyen Isten. És amikor te azt mondod, nem azt mondod, hogy hát ez igen nem érdekel, na így utasítja el az Isten ismeretének az elfogadását. És azt mondja a Róma levél, hogy ők nem tartották méltónak, hogy Istent az ő ismeretükben megőrizzék. Mm. Ezért át is adta őket az Isten égtelen gondolkodásra. Mm. Tehát, hogy még ezek a fajta dolgok is meghatározzák azt, hogy valaki a hitben Isten felett tovább közelít, tehát, hogy nem méltónak tartja Istent arra, hogy foglalkozzon vele abban, hogy először is elismeri, hogy kell legyen Isten. És nekem így volt az életemben, hogy először eljutottam oda, hogy olyan dolgok történtek meg velem, hogy aztán kell legyen Isten, mert ha nem lett volna, akkor hogy akkor történt meg a segítség, amikor én kiáltottam. Mm. És addig nem volt semmi segítség. És nagyon gyorsan jött, mert falon voltam, sziklafá falon voltam, fél magasságban. Hát gyorsan kellett jöjjön. És ottan ugye lefele nem lehet mászni a sziklán, függőleges szikláról beszélt, mert sziklamászó voltam, és fenn voltam, mit tudom én, 60 méteren, 80 méteren, második kötélhozban már nincsen leereszkedés, mert rövidebb a köteled, mint a sziklának az alsó része. Na és ottan nincsen visszafele séta, nincs, lefele nem lehet a sziklán mászni, ezt mindenki tudja. Tehát, hogy a sziklán csak felfele van út. Ez egy fizikai törvény. Szellemi is, mert ez Istenről beszél, hogy a kősziklán csak felfele visz az út. Kősziklán kívül meg lefele visz az út. De amikor te mászol, ez ugyanígy érvényes a fizikai dolog, csak felfele tudsz mászni. Lefele nem tudsz mászni, nem látod a fogásodat, és leesel. És amikor eljutottam oda, hogy nincs több fogás, és kapaszkodok, akkor azt mondtam, hogy na Isten, ha most segíts, mert innen már csak a pokol jöhet. És ezt csak felnyúltam, és egy fűcsomóba nyúltam be, és ott volt egy szög. Ha? Ezt itt, már így topogattam az egész falat, és semmi fogás nem volt, és már ment el az erőm, és akkor hogy akkor, amikor oda nyúlt, mondom, ilyen véletlenek már nincsenek. És akkor elkezdtem kételkedni abban, hogy nincs, abban, hogy azt mondják, hogy nincs Isten, mondom, ez lehetetlen, hát akkor ha nincs Isten, akkor ki segített most? Igen. Hát pont akkor jött a segítség, amikor segítséget kértem. Hát, és azért a panon az a segítség az élet-halál kérdése volt abban a pillanatban, mert én esek, akkor esik a társam is. Aha. Vagy megtart minket a szög, vagy nem. Ja. Mert ezek ilyen 20-30 éves kiszögelések voltak, tehát volt, mit tudom én, 10 méterenként egy rozsdás szög, vagy tartott, vagy nem tartott. Tehát azok a szögek inkább dísznek voltak, mint fogásnak. De mi az agrárium függőségből ezen soha nem gondolkodtunk, tehát aki elkezd sziklát mászni, nem gondolkodik azon, hogy le is eshetsz. És így kezdődött el az életemben a hitnek az, egyáltalán, hogy a hittel elkezdek foglalkozni. Annak ellenére, hogy anyukám egy hívő asszony volt, nyelveken szólt, simátkozott értem, de én nem akartam megtérni. Mert ha megtérek, hát elvesztem a szabadságomat, nem? Hát persze, nem, de azt mondta az ördög. De az Isten volt is, az ő imája beérett, és ott volt Istennek a kegyelme. Az tény is való, hogy nagyon drasztikus volt az, ami engem elvezetett arra a felismerésre, hogy rossz úton járok.
Beérett az imádság. Mert a barátomnak a halála az olyan felismerést adott nekem arról, hogy amit csinálok, az a pokolba vezet, hogy ott elkezdtem gondolkozni, hogy mi az élet értelme. Hát a tegnap még együtt hűltünk. Most meg alig tudom ráadni a cipőt a hullaházba. Jó. Az nagyon kemény volt ám. 17 évesen. Ugyan mondom, van a férjem most jelenleg, úgyhogy jó dolgoz. Az a csodálatos, tudod, hogy hogyha van egy hívő a családban, Igen. el se tudjátok képzelni, hogy mi van mindent az. Megtesz Isten rajtunk keresztül, és értünk. Ezen gondolkoztam múltkor, amikor hallgattam ilyen 700-es klubot, meg ezeket, hogy nem tudjuk, mi van a háttérben, de amikor olyan csodák történnek ezekkel az emberekkel, hogy elképesztő csodák, ott valaki imádkozik. Mondok egy jó bizonságot nektek. Olyan nincsen, hogy csak úgy megtörténik. Nincs. Volt az előső helyen, ahol laktunk, egy szomszédom, full ateista. Tehát ateista azt mondja, hogy Isten tagadó, tudatosan tagadja Isten létét. Mindig beszélgettem vele, János, van Isten. És akkor elmondtam neki a bizonságaimat. Elköltöztünk onnan, és mondom, Uram, adj neki jelet magadról, hogy eljusson az értelem meggyőződésére, hogy te vagy. Elmentem tavaly hozzá, már azzal fogadott, te Laci, van Isten. Mondom, én tudtam eddig is, de örülök, hogy most már te is tudod. És hogy tudtad meg, iszik, mint a gödény. Szeretne megszabadulni, de nem könnyű neki, egyedül van, és így tovább. Azt mondja, képzeld el, jöttem haza a nyugdíjas találkozóról, hula részegen, télen. Leestem a pizzázó előtt a földre, és ott maradtam. Úgy képzeld el, hogy az a, hogy is mondta, hogy az anyukámnak a barátjának a fia jött arra mellettem, és megszólított, és azt mondja, János! Az ő nem is ott lakik. Környéken nem lakik. Teljesen máshol lakik. És képzeld el, ha nem emelkedem, már nem beszélgetünk, mert megfagytam volna ott éjszaka. És felemelt, és elsétált velem. Valahogy el tudtam neki mondani, hogy itt vagyok két utcára, ott lakok. S hazasétált, beengedett a házba, lefektetett, és elment. És én később tudtam meg tőle, hogy mi történt velem, mert még annál, ott se tartottam. Szóval Laci, hát kell, hogy legyen Isten, hát ez lehetetlen, hogy ilyen véletlenek történjenek. És akkor mondta, hú, dicsőség neked, Uram. Milyen csodálatos ez, hogy mi csak kértünk valamit a te akaratod szerint, és te elvezetted őt a felismerésre, de ez egy idős ember. Tehát, hogy nyugdíjas 76, mit tudom én, 70-valány éves, tehát, hogy időseknél azért egy ilyen kizökkenés és megváltoztatása a gondolkodásnak. Volt egy másik János is, ő elkötözött már az Úrhoz, az Úrnak kegyelméből, ez is a szomszédom volt, ez is ugyanilyen kemény volt, alkoholista volt, és ő is ellenállt nagyon sokáig, és beteg lett, és bevitték a kórházba, és akkor beszélgettünk telefonon a kórházba, és mondta neki, műtétre vitték, és mondta neki, hívd, most menjél be a fürdőszobába, és hívd segítségül az Úr nevét. Azt mondja, nagyon nagy bajban vagyok, lehet, hogy hónap már nem beszélünk. Bement a WC-be, segítségű hívta az Úr nevét, egy hét múlva kiengedték a kórházból. Mondom, látod János? Ez volt az első lépés, és akkor még nem tért meg, eltelt még egy pár hónap, és amikor beszéltünk egyszer, te foszol, de tudod mit? Én is akarom őt. Olyan megdöbbentő volt számára, egy keserűséget teli ember, amikor mindig beszélgettük, egyszer csak odahajolt hozzám, így átölt, és mondja, te, én szeretlek téged. Nem, csak beszélgettünk már. Egy világi ember, aki idősebb, jóval, alkoholista,
és teljesen be volt keseredve, mert elvált volt, elvették mindent, utcán volt, és így tovább, és utána ott mellettem azért lett a szomszéd, mert mellettük van éves terek, és oda úgymond beköltözött abba a vityilóba. És így kerültünk kapcsolatba, és az a kegyelem adatott az úrtól, hogy gyakorlatilag megmentette az úr, elmondta megtérő imád, és utána az úrhoz ment haza. És lehet, tehát hogyha mondjuk van, ugye sok ígéret, de tudom, hogy is neki szabad akarata van az emberek életében, hogyha mondjuk én ráállok tudjuk fel valamilyen ígéretre, hogy az én apukám megtérjen, és akkor ezért kezdek el megvallani az igéket. Ezen a területen a megvallásod az nagyon korlátozott dolog, tudnillik, a megvallásod nem tartalmazhat a szabad akarat fölötti átnyúlást. Aha. Tehát, hogy te a megvallásoddal az ő akaratod nem fogod tudni befejezni, az már mágia. Tehát, de, Isten, de amit elmondod, hogy imádkozz. Ugyanolyan ember az életében. Viszont igen, meg hogy adjon neki jelet, hogy vezesse el az angyalokat. Hogy van lehetőség, tehát hogy fog küldeni. És ezeket egyébként Andrew Womack mondja, és nagyon jó, amikor azt mondja, hogy egyedül azért jó többször imádkozni, amikor valakiért imádkozol, mert ő a szabad akaratával meghiúsíthatja a lehetőséget. Igen. Igen, de itt nem megvallásról beszél ő, hanem tehát közbeni járásról, imádkozásról. Ez közben jár. Mert hogy ezen a területen én is nagyon belecsattantam egyszer, mert amikor a hitnek a beszédét az ember megismeri, és úgy felbuzdul, megvallás, halleluja, minden lehetséges nekem, hát hiszek, hát bennem van Jézus hite. És akkor találkozol egy ember, aki az akaratával teljesen homlokén és szemben megy, és azt mondta, az ő akarata szent. Te az ő akaratával nem csinálsz semmit. Ha ő más irányba akar menni, az az ő döntése, és te nem mehetsz át egy olyan területre, hogy te megpróbálod az ő akaratát átírni. Ilyen nincs, ezt nem engedélyeztem. Szabad döntés. Viszont tény, hogy ezeken keresztül el tudja az úr. Például, hogy tegyek Isten készségessé a szívét, az egy teljesen. Igen. Én például nekem ez nagyon sokat jelentett, amikor megértettem, hogy Isten teszi készségesre a szíveket. Hát én nekem egy akkora áttörés volt, hogy magamért is így imádkoztatok, meg mindenkiért, és ez az Úr akarata szerint való dolog. Tehát, hogy én ezt kérhetem, és ez nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, és ő megteszi. És emellett, ha még csak ezt teszem meg, de ugye látom, hogy nem készséges a szív, mert ő mindig meghiúsítja bármilyen formába. Én kértem képet egy emberről, hogy akkor mutass Istenem valamit, hogy te hogyan látod őt? Hogyan látod te őt? Mert akkor én is úgy akarom őt látni. És Isten, te tudni kell, hogy azt mondja az ige, én reményteljes jövőt készítettem el nektek. Mindenkinek. Tehát az, hogy ő egy reményteljes jövőben megmutatja neked azt a szemét, az már nem a szabad akarata ellen van, hanem abban a képben látod, és amikor te azt a képet látod, és utána kimondod, hogy én látom, azt látom, akkor ott őt felszabadíthatod arra, hogy jól tudjon dönteni. Én ebben hiszek. Mondok egy jó példát. Mikor megtértem, élt még a nagymamám. Anyukám már nem élt, apukám már rég nem élt, de a nagymamám élt még. Viszont én itt voltam Magyarországon, a nagymamám meg Romániában, és nem mehettem haza, mert katonaszökevénynek voltam minősítve, és ha visszamentem volna, lefogtak volna, és elvittek volna a román katonák, az még nekem maga volt a horror. Na most, viszont ott volt egy epilepsziás nagymama, aki 80 éves volt, és télen-nyáron leesett a hóba, melegbe az útra, rágta a nyelvét, s minden. És akkor nővéremmel beszélek, te azt mondja, én nem tudom, mi van ezzel nagyival, te. Hát már ennek 7 élete van. Nem tud meghalni. Most is összeszedték az utcán valahol, s hazavitték, s még mindig él. És mondtam a nővéremnek, Ibinek, azt mondja, Ibikém, én azt kértem az úrtól, tartsa meg addig, amíg haza nem tudok menni. És ez éveken keresztül ment így, amíg megkaptam az állampolgárságot. Dicsőség az. És megkaptam az állampolgárságot,
karácsonykor hazamentem, és azt mondtam, mama, be kell fogadnod az Urat, és át kell adni neked, neki az életedet. Letértettük ketten az ágy mellé, befogadta az Urat, és két hónap múlva már otthon volt az Urnál. Ez egy akkora csoda, teljesen másképp érzek a nagymamámnak, nincs bennem szomorúság vele kapcsolatban. Miért? Mert hazament, és én is oda fog menni, csak hamarabb ment el ennyi. Teljesen más az érzésem, mint egy olyannal kapcsolatban, akinél tudom, hogy elveszett. De akkor nem is ismerte az igét a nagymama, nem? Azt nem tudom, hogy nem találkozott az igével, mert a családnak az egyik szárnya, egyik része, azok nyelveken szóló újjászületett emberek voltak. Anyukám is nyelveken szólt. És az ő anyukája volt ő. Csak ő elvált asszonyként, nem tudom, hogy miken ment keresztül, de hogy nem volt átadott érte, azt tudom. Addig legalábbis nem volt átadott érte, és utána még lett átadott érte. És nagyon nagy jelentősége van annak a döntésnek, hogy befogadjuk az igét az életünk végéig, vagy nem fogadjuk be az igét. És nekünk abban nagyon nagy jelentőségünk van, hogy imádkozunk azokért a dolgokért, amelyek meghatározzák, hogy lehetőséget kapjon az ige meghallására és elfogadására. Abban is tudunk imádkozni, hogy az Úr olyan embert vigyen a közelébe, akitől el tudja fogadni. Mert előfordul az, hogy a család tagjától nem tudja elfogadni. És én imádkoztam, hogy Uram, ha nem én vagyok az a személy, aki alkalmas erre, akkor vezess el olyan valakit, aki szimpatikus számára, akin keresztül sem, te tőled elfogadom, mert olyan szimpatikus vagy, mert ez nagyon sokat jelent. Mert Jézusnak a testvérei nem hittek benne a feltámadása előtt. Pedig láttak, én meg vagyok, hogy győződő azok a gyerekek, láttak dolgokat, mert az anya nem mondta volna azt, hogy ha valamit mond, azt csináljátok meg. Igen. Ugyan már, valahogy felnőttek. Csak féltették is, félt és szeretett, ugye? Féltették is, meg sok egyéb volt. Féltenének, mondom, kitől Jézustól féltettek? Hát nem hiszem el, hogy ez a féltő szeretet, ami ez a világban. Azt igen, mert az ördög azt sugalja nekik, hogy ugye? Ők el akarják, az Úr el akarja tőlük pontosan fosztani azt a személyt. Igen, elvenni az Úrtól azt a szót, azt a kijelentést, azt a rémát, mert most én is ebben kellett megújulnom, hogy én annyi igét ráálltam, hogy majd igen. És borzasztó sérüléseket szenvedtem meg, csalódás, de nem Istenben, hanem azt, hogy miért nem működik, mikor én hiszek. Mert tudtam, mert bennem volt a hit. Hát a hit az benned van, ahogy újjászületsz. És mégis, amit most mondtatok, beszéltünk róla, hogy mégsem, még az sem mindegy, hogy most a gyógyulásról szól egy ige, de lehet, hogy nem az a te igéd. Most ne helyes félre, nem akarok senkiben ilyen izét kelteni. De pont ezért a lényeg az, hogy a közösségből szülessen meg a te rémád. Mert ha nem a közösségből születik meg a rémám, akkor az nem tud olyan erőteljes lenni. És őt nem lesz az, mert nem lesz benne az élet. Az a személy. Az élet. Amit mondtál, hogy nem az a lényeg, hogy hiszek a szóba, hanem hiszek a szó kimondójában. Ő benne. Hogy ő megbízható. Fontos a szónak az elfogadása, azzal indul el a dolog. De az, hogy az ige elvégezze azt, amiért elküldetett, ahhoz tőle kell jöjjön olyan formában, hogy az kell legyen számodra a réma. Ahogy mondta a Csaba. Igen. És ugye keressük a biztonságos módszereket, hogy akkor hogy lehetne, hogy mindig akkor működjön-e valami. De egyetlen biztonságos módszer van, hogy vele vagyunk kapcsolatban. Igen, és a te életedre vonatkozó. Ez az egyetlen egy módszer van, hogy mindig, mint ahogy Dávid, minden egyes háború előtt, bármi előtt, az Úrral megerősítette magát, és egyetlen egy város nem ugyanúgy vett be, mint egy másikat. Pedig mondhatta volna, hogy ebben már jók vagyunk. Ez különböztette meg őt Saultól, hogy Dávid nem úgy vette át a királyságot, hogy én vagyok a király, hanem Izraelnek van királya.
Én a királyé vagyok. Igen, de jó. És azért mondta azt, hogy ha amikor a Absalom elüldözte Dávidot, és elmenekült Dávid, és akkor azt mondta, hogy de miért mész el? Hát itt vagyunk mi melletted a harcosok, azt mondja. Ha Isten nem akarja, akkor én nem leszek újra király. Nem ragaszkodott úgy, ahogy Saul a hatalomhoz és a királysághoz, hanem csak ha Isten akarja, akkor leszek az, aki kell legyek. Mindig az igazságszolgáltatást mindig Istenre bízta. Amikor ő volt masszívan a trónon, és azt mondta, hogy inkább akkor elmegyek, majd Isten jogiz, majd Isten tesz igazságot. Mindig a szeretet motiválta. Igen, és ezt nehezen értette meg Joab, igen. Aki azt mondta, miért nem lőttétek már le ezt a Salamont, és ízét, Absalomot. Hát ha láttad, hogy felakadt a hajánál fogva, miért nem lőtted le? Hát te nem hallottad, hogy mit mondta a király? Hagyjad már, hát most a harcolunk. Ha harcban nincsenek ilyen szabályok. Joab öntörvény volt. És megdöbbentő, ezen nagyon sokat gondolkodtam ezen a történeten, hogy ugye a Dávid hogy síratta a fiát, és mégis utána, amikor jött vissza Joab, Absalomnak a leveréséből, azt mondta, tehát, hogy Joabnak az volt a fontos, hogy a királyság úgy maradjon, ahogy én maradok, hogy én maradjak abba a pozícióba. Dávidnak meg azt mondta, hogy nekem a fiam is fontos lett. Tehát Dávid, ahogy mondta, hogy a szeretet oldalára közelítette meg. Dávid egy szívember volt. És ezért volt az, hogy amikor elbukott, azt mondta, hogy a tiszta szívet teremts bennem, Isten, és a Szent Szemedet nevet eltörne. Ez kedves volt Isten előtt. Ezért visszaállította és Dávid ott a helyére, mert meg kellett volna kövezni Dávidot. A törvény szerint. Mindegy, hogy király csinálja, vagy nem király csinálja, a törvény egyaránt érvényes volt a királyra, és az átlag emberre ugyanazt írta elő a cselekedettel kapcsolatban, és ha nem kapta volna a prófétán keresztül azt, hogy nem fogsz meghalni, de a fiad, akit nemzel, ő meg fog halni, mert okot adtál a gyalázásomra. Ez hagyta őt életbe, ez az ige, amit a próféta mondott, hogy nem fogsz meghalni, csak sokan nem veszik figyelembe, hogy mit mondotta neki Nátán próféta. Igen, nem fogsz meghalni. Ennek elementális jelentőség ott meg kellett volna halljon.